Mielőtt elkezded nézni ezt az interjút, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és támogasd a munkánkat a videó alatt található linkre kattintva. Köszöntöm Önöket, ez a heti egyenleg a Klik TV elemző műsor, amelynek mai vendégei Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke, és Szakonyi Péter, újságíró. Két egészen friss témával kezdünk, olyannal, ami a pénteki felvétel reggelén került nyilvánosságra. Az egyik, hogy a kabinet 130 döntését vizsgálta felül, és ez a 130 döntés felülvizsgálata megjelent a csütörtök esti magyar közlönyben. Az Orbán Viktor által aláírt döntés a következőt tartalmazza gyakorlatilag, hogy a kormány további központi költségvetési többletforrást nem fog biztosítani olyan dolgokra, mint Széchenyi Lánchíd, Budai Váralagút és a hozzátartozó, hozzá kapcsolódó közterületek rekonstrukciója, a Magyar Állami Operaház működési költségeinek kiegészítő támogatása, a nemzeti identitás erősítését célzó programok, a Fudan Egyetem, és majd a következő lépcsőbe sorolom azokat a beruházásokat, amelyeket nem törölnek el tulajdonképpen, csak megkurtítanak. De hát amit itt eltöröltek, hát akkor lehet, hogy mégis felülvizsgálja Ókovács Szilveszter, hogy mégis kell 2000 forintot kérni attól, aki belép az operaház előcsarnokába, mert ha a kormány nem fogja a működési költségek kiegészítő támogatását biztosítani, akkor mi lesz? És ott már baj van a bérekkel, mint tudjuk, örökös hát, problémák. Hát érdekes, amit mondasz, és tényleg majdnem váratlanul ért minket, most adás előtt hallottuk, mert ugye aki reggel elindult otthonról, az ezzel nem találkozhatott. Annyiban nem meglepő, hogy tudjuk, te értesz is hozzá jobban, de azt a vak is látja, hogy kiürült az államkassa. Tehát ott nyesegetnek, ahol tudnak. Szerintem ezzel a váratlan és elég nagy arányú kurtítással most alibiként használják az árvizet, amire minden rápakolható, hogy az árvízi védelemre kell a pénz, a figyelem se oda megy, de hát itt baj van, ráadásul amiket felsoroltál, abban van olyan, ahol a kormány korábbi ígérvényeket von vissza. Hát a Lánchíd nem lehet, hogy meg ne üsse az ember fülét. Hát igen, ott 6 milliárddal tartozik, persze ugye azért tartozik, mert hogy karácsony azt ígérte, hogy az autók mehetnek, és az autók nem mehetnek. Ígérni ugyan nem ígérte, de a kormány így fogja így fel. Apostrofálták. De majdnem mindegy, hogy milyen apropót talál rá, ezt az ígérvényt is visszavonja. És nekem ugyan nem fáj, hogy a Fudan Egyetemre nem ad pénzt, tehát mintha egy államközi megállapodása lett volna erre. És? Hát az igaz, már elnézést, Ildikó. Mi tudjuk mi, hogy például a legújabb kínai hitelfelvételnél nem kötötték-e ott ki, hogy hát, ha olyan nagy baj van, akkor ezt akár Kína el is engedi, nem? Hát ez, ilyen, ez kizárt. Ilyen, Kína ez nem szokott ilyet, és ha hitelt ad, akkor pláne nem csinálja. Hát akkor mindegy, meg, akkor amiért viszont krokodilkönnyeket sírok, elmaradnak a nemzeti identitás erősítés. Hát mi lesz a nemzeti identitásunkkal? Ugye ez a fősodor, amiről... Majd még mondom a melléksodrot is. Igen, de ez a fősodor, ennek is több mellékága van. Az egyik mellékág a Lánchíd, Váralagút, és ugye, amiről nagyon keveset beszélnek, de ez is tény, az atlétikai világbajnokság megrendezéséhez, ez való fővárosi hozzájárulásért egy 50 milliárdos egészségügyi programot. De azt is leállították már. Persze, de annak azt már korábban nem állították le, csak nem fizették. Így is tehát az, hogy nincs megszorítás, azt most már az éjjeli őrök is tudják, hogy van, mert ők már éjjel olvasták ezeket a határozatokat. Szóval
Elképzelem magamnak azt az éjjeli őt, aki magyar közlönyt olvas. Szerintem interneten. Ők mellékállásban azt mondják, hogy ők majd, amik úgyis be van kapcsolva a számítógép, egy picit valamelyik pornó oldal helyett nézzen nézzünk meg ezeket. Inkább magyar közlönyt. Igen. Sokkal izgalmasabb szerintem, mert ott mindig egyforma a vég. De nem csak a nemzeti identitás erősítését célzó program tulajdonképpen érthetetlen és nem igazán tudjuk, világos, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség budapesti pályafejlesztési programja se fog itt megvalósulni. A vég, ez már a vég, ha már a focihoz jut. Ezt hogy? Ezt már nehéz überelni, szóval én ezt nem tudom elképzelni. Amúgy szerintem azért most már nincs mit fejleszteni. Minden kerületben van egy nemzetközi szintű focipálya, Vasas, Honvéd, MTK, Dózsa. Mindig kell új műfű vagy valami. Igen, de igen, hát igen. Szóval ez azért már mutatja, hogy nagy baj. Ez a nem hozzáértők számára is mutatja, hogy nagyon komoly baj van a költségvetéssel. Egyet azért kérdeznék, ugye szerintem az összes megkurtításnál nagyobb összegek mentek ki, és vannak tervezve az új kormányzati épületekre, amiből eddig haszna már is a miniszterelnök vejének és egyéb barátjainak volt. Az nem áll le, ott nem kurtítanak véletlenül semmit? Arról én itt nem olvasok. Milyen érdekes? Viszont olvasok. A Sorsok háza holokauszt gyermekáldozatainak emlékhelye, és az Európai Oktatási Központ megnyitása a szükséges intézkedésekről szóló állami támogatást megkurtították, ugyancsak megkurtították, kapaszkodjunk, a Magyarország átfogó egészségipari stratégiájáról és annak végrehajtásáról szóló korábbi döntést, valamint az egészségbiztosítási alap gyógyító megelőző ellátás alcím cél előirányzat. Na, itt ez már vérre megy. Megemeléséről szóló döntést. Ezen kívül a klinikai vizsgálatok és az orvostudományi kutatások intézmény rendszerének továbbfejlesztéséről szóló döntés pénzügyi alapjait is megkurtították. Mi lesz így az egészségügye? Az eddig is kivéreztetett egészségügye? Tovább vérzik. Sokkoló, amit olvasol, András. Itt majd nehezen találjuk a szavakat. Azt gondolom, hogy ami a Sorsok házát illeti, az azt gondolom, az legalább elkészült. Hát elkészült, és évek óta ott áll, és üresen. Nem történik benne semmi. Fog. Így van. Se Schmidt Mária nem csinál semmit, se Köves Lomó nem csinál semmit. Vagy szerintem miért? Addig jó, míg nem csinál Schmidt Mária, és Köves Lomó nem csinál benne semmit. Addig legalább ez megvan, és őrzik. Fenntartják, karbantartják, egyébként ez is több száz millió forint egy évben, de amit az egészségügyről mondasz, azt gondolom, hogy valóban sokkoló, mert az átalakítás tervezésének költségeit is levonták, ha jól értem ezt a bonyolult bürokrata nyelvet, ami ennyit jelent, hogy most már ceruzára sincs pénz. De akkor majd legalább valaki kérdezze meg, akármelyik híradóból, Takács Pétert, a kiváló kórházigazgatóból lett államtitkár, aki szerint bolsi trükk az, amit Magyar Péter az egészségügyen kapcsolatban csinál. Ráadásul, ha jól figyeltem, akkor például a megelőzésre szánt arra is, igen. Költségekből is levesznek. Az egészségbiztosítási alap gyógyító megelőző ellátás alcím. Hát ez, hát akkor nem tudom, mit csinál még az egészségügy, ha nem gyógyít és nem előz meg. Nem sem fogja csinálni, csak ezen a rettenetes, kibérzett szinten. De amikor... akkor viszont például a Magyarország átfogó egészségügyi, egészségipari stratégiájáról szóló ez az, döntés. Ez az, amit te mondasz, hogy már most, a tervezés. Hát akkor, a terve. Tényleg, hát akkor... Akkor mi lesz? Akkor mi lesz? Ráadásul, semmi. Próbálom ezt konkrétumokra lefordítani, ha a megelőzésre nem jut megfelelő pénz, akkor leállnak a szűrőprogramok, amiket nagy garral meghirdettek, aztán nem indultak meg igaziból. Hát csak a mamográfia működik szerintem a szűrőprogramok közül, tudjuk, semmi más. A vastagbél tükrő, azt az is működik? Mondta, hát azt mondták, hogy beindítják. De, ja, az, jó, hogy nem indul, de a mamográfia eddig is működött, igen. Azt igen. Legalább
nem állították le. Hát várjál majd a következő éjszaka, hogy mi fog történni. Érte. De hát, hogy az árvízi védekezés mellett Orbánnak még arra van ideje, hogy átnyálazzon 130 ilyen előkészített. Hát nyilván nem Orbánnak van ideje, magyarán már az árvíz előtt megkapták a tárcsák a szigorú felszólítást, hogy kinek mennyit kell takarékoskodni, vagy lefaragni. Gondolom én, ez is mutatja, hogy nem az árvízzel van összefüggésben, hanem azzal a lehetetlen helyzettel, hogy az Unióval nem akar megbékélni, onnan nem jön pénz, kínai hitel jön, nem tudjuk meg aminek a kamatokat. Aminek a felét Gruevski Észak-Macedóniájának hát, utaljuk én, át, nem? Meg Csádnak. Csádnak hát az fontos Csádnak nekünk. Is. Tehát, tehát lehetnénk pikírtek, mondhatnánk azt, hogy utolsó kapcsolja le a villany. De sajnos mi benn vagyunk a sötét szobában. Igen. Tehát én most tényleg oly mértékben sokkoló ez, és ugye szerintem kihasználták most az árvíz. Hogy ebben úgysem senki foglalkozik. Így van, hogy ezt szépen így elsumákolják. Nem gondolták, hogy a heti egyenlegben szóba kerül. Ez egy sumákolás technika, de az a vicc benne, Magyar Péter, te mit tetted, én 100%-ig biztos vagyok abban, hogy a következő hetekben Magyar Péter ezen fog kampányolni. Igaza is lesz. És teljesen igaza. És nem fog róla leszállni. Nem úgy, mint a jelenlegi, hogy mondjam, törpe minoritással jellemző ellenzék, aki korábban felvetett egy témát, két nap múlva már másról beszélt. Tehát még el se jutott az emberekig, már egy más témára a kormány adta a témát természetesen, csak nem volt ideje levonulnia, mint az árnak. Na, akkor most jön egy második olyan dolog, ami reggel került nyilvánosságra, amiről szándékosan nem is szóltam nektek az adás előtt. Én fogom az asztalt. Úgyhogy most fogd az asztalt, vagy valamit, még vagy a széket, mert leszédülsz. Na. Titkos tárgyalás volt Magyar Péter lakásán. Na. Vitézi Dávid és Kovács Gergely Magyar Péterrel a főváros jövőjéről egyeztettek. Nagyon helyes. Írta meg a 444.hu, mert az ellenzéki sajtó előtt nincsen titok. Valami mindig kiszivárog, valamit mindig megtudnak. Na és ez egyébként 3 héttel ezelőtt történt, és azt mondja az 444.hu, hogy több forrásra is tud hivatkozni ennek a valódiságáról. 4 órán át tárgyaltak, egy Tisza, LMP Vitézi és MKKP alkotta koalícióról, amely ugye 16 szavazatot hozna össze a közgyűlésben. A fővárosi közgyűlésben, bocsánat, igen, ez igen, nagyon igen, fontos. Igen, a többséghez azonban még kéne egy kulcs szereplő, akit Karácsony Gergelynek hívnak, mert a magyar terv értelmében, nagyon szellemes, Magyar Péter Vitézi Dávidot javasolná főpolgármester helyettesnek. Igen. És Vitézi felügyelete alá kerülnének a főváros legfontosabb cégei. Köztük a BKV, a BKK és a Budapesti Közművek ZRT. A terv egy másik pontja, amit már régóta tudunk, hogy nem támogatják se Kis Ambrus újra választását, se Tüttőkat a főpolgármester helyettességében nem egyeznek bele. Na most erre azt mondja a Vitézi, hogy ő nem állapodott meg Magyar Péterrel arról, hogy őt támogatnák, és különben is a jelölés, mármint a főpolgármester helyettesi posztra való jelölés, az a főpolgármester joga, és Karácsony eddig még ilyet formálisan nem jelentett be. És még egy információ, hogy aztán el tudjátok mondani a véleményeteket. Úgy tudja a 444, hogy a terv végül elbukott a kutyapárton, mert ők óckodnak a más pártokkal történő hivatalos együttműködéstől. Másrészt nem értettek egyet azzal, hogy a Karácsony ne jelölhessen magának helyettest, és harmadrészt az se tetszett nekik, hogy a nagy felhatalmazást szerző Tisza nem vállalt semmilyen felelős poszt. De nekem se tetszik, úgyhogy adott esetben hajlamos vagyok egyetérteni a két farkú kutyával, de
amikor elkezdted olvasni a hírt, én is tulajdonképpen örültem, mert valaminek már kellene történnie a főváros működése. Mert mindjárt beindul az érdekében, új közgyűlés, és még senki nem szólt egy büdös szót. Az ízlésemnek jobban megfelelne, ha ezen a megbeszélésen Karácsony Gergely is ott ült volna, és akkor mindjárt meg lenne a 17 fő, mert ugye annyi kell bárminek a megszavazásához. De hát az azért eddig is látszott, hogy ennek a bonyolult rejtvénynek nem nagyon lesz más kimenetele, mint a vitézi főpolgármester helyettessége. Másképp nem nagyon jön ki. Én annak örülnék, ha egy következő tárgyaláson ott ülne Karácsony, és a kutyák javaslatának megfelelően azért rendben, hogy előterjeszti vitézit, szerintem ezt ma ő is sejti, hogy ez a megoldás, de egy olyat is előterjeszthetne, akivel ő hát szoros bizalmi viszonyban tud dolgozni, ez volna az igazi. Ami meg azt illeti, hogy mondott, hogy mindenki szivárog, érdekük volt a feleknek, különösen a Tiszának ezt most kiszivárogtatni, mert az azért egyre kínosabb volt, amit most a két farkú kutyák szóvá is. Hogy nem vállalnak semmit. Igen. Na de most se vállalnak semmit, hogy kiszivárgott. De hogy legalább valamilyen felelősség érzetet kimutassanak, hogy a főváros működjön. Az hogy ők összehívnak egy titkos találkozót, amúgy nem vállalnak nyilvánosan semmit. Igen, de van ennél egy rosszabb kérdés, mert az egyik verzió, hogy ennek nyomán Karácsonnyal együtt mégiscsak összejön egy konstrukció. A másik variáció, és én egyre inkább ettől tartok, hogy Magyar Péter átlátta, hogy nem is olyan rossz neki egy előrehozott választás, hogy jelen pillanatban megnyeri Budapestet az ő főpolgármester jelöltje. Tehát én akiről fogalmunk sincs, hogy ki lehet. Gondolom neki sem, hiszen ez az akadálya szerintem ennek. De van egy ilyen forgatókönyv is. Én nem örülnék ennek a forgatókönyvnek, mert ez további cirka 3/4 évre, 1 évre ellehetetleníteni a fővárost. Na és akkor most Szakonyi. Hogy mondjam, az embernek vannak prekoncepciói, nekem biztos, hogy vannak. Az, hogy a kutyapárt egy viccpárt, ezt most is úgy gondolom, vagy az én értékelésem szerint, ezt most is látjuk. Felelősséget nem, minden mást vállal. Tehát tényleg, ahogy a régi apró hirdetésben megjelent régen az, hogy minden megoldás érdekel. Itt van. Az asztalra téve. Egyébként Ildikóval ellentétben én nem tartanám olyan tragikusnak, hogy még, igen, hogyha még egy 3/4 évig ez az állapot fennmarad, hiszen az jól látható az elmúlt 5 évből, hogy a főváros vezetése semmit nem tud tenni. Azon kívül, hogy fenntartja a működtetését, vagy a működését a fővárosi közüzemeknek, BKV-nak, stb. Azok, akik nem tud semmit csinálni, és ez tragikus tulajdonképpen, mert nem indul meg semmilyen beruházás, amire égető... De miből indulna be? Hát csődközeli helyzet van. Persze, ezt hozzá akartam tenni, persze. A működtetés vélhetően biztosítható, tehát járnak majd a villamosok, buszok, működik a vízművek, stb. Másra eddig sem volt pénz, meg lehetőség sem. Természetesen, hogyha egy újabb, egy rendkívüli vagy előrehozott választás lenne a fővárosba, és mondjuk a Tisza többséget szerezne, vagy valami, avval sem állna elő hát új helyzet. Ugyanez lenne. Ugyanez lenne a helyzet, meg lehet, hogy ez egy másik előrehozott választásnak, egy országos előrehozott választásnak lenne az előjátéka. De hát ez már túl merész képzelgésnek meg azt tűnik. Azt hiszem, hogy most ebben a szituációban a Fidesznek nem érdekel az országos. De érdekel. De érdekel. Azért, mert most biztos lehet, vagy hát már nem lehet, hogy még ezt megnyeri. Nem mi lehet már biztos. Benne. Igen, de ahogy az idő múlik, úgy porlad el az előnyük. Ugye már a nézőpont is csak 10%-os előnyt mér, tehát lehet, hogy jövő 2 hónap múlva már 5% vagy annyi se lesz. Tehát
jobb egy ma megnyert választás, mint egy holnap biztosan elvesztett. Lehet, hogy ebből indulnak és így gondolkodnak. Érdekes, amit mondasz. Nyilván ebben is volna logika. Nekem valahogy az az érzésem, hogy Orbán Viktor nem az a típus, aki kockáztató típus, ezt tudjuk, de aki egy nappal előbb is elengedi a biztos hatalmat, mint muszáj lenne. Tehát van ilyen, lehet ilyen forgatókönyv, ezt elismerem, valahogy inkább pszichológiai, mint politikai alapon nekem az az érzésem, hogy ez, hogy nem akarnak országos előrehozott választást, már pedig, ha ők nem akarnak, akkor nem lesz, mert... Világos, ez tőlük függ, persze. Ez kizárólag tőlük függ. Az érdekes dolog, hogy a fővárosban két tényezőnek nem érdeke az előrehozott választást, most tényezőnek nevezem jobb alanyhéján, az egyik a Fidesz, aki a főváros tuti, hogy elveszíteni másodjára is, most egy veszélyesebb ellenféllel, tehát a Tiszával szemben, és hát természetesen nem érdekel Karácsony Gergőnek és az ő támogatóknak. A DK-nak sem. Hát mondjuk így, a DK-nak végképp nem, meg a régi ellenzéki pártoknak végképp nem, mert akkor még... Hát, abba a percben, ott, így van. Igen, de hát ugye politikailag, noha sok minden spekulálnak lapokban, politikailag az meg kizárható, hogy a Fidesz és a Karácsony és mögötte állók egyezzenek ki. Voltak ilyen spekulációk ugyan, hogy ez is történhet, de erről is azt hiszem, hogy papíron működik, a valóságban nem. Na most még itt az első részben nagyon röviden csak megemlíteném, és majd a második részben foglalkoznánk ebben, hogy Magyar Péter ugye megkereste Sulyog Tamás államfőt, hogy a hazánkban tapasztalható erkölcsi, jogi, politikai és megélhetési válságról, valamint a pártja programjáról üljenek le és beszélgessenek vagy egyeztessenek, és a Tisza párt elnökének a köztársasági elnök, ahogy Magyar Péter fogalmazott, küldött egy udvariasan semmit mondó választ. Azt mondta ugyanis Sulyog Tamás, vagy azt írta, köztársasági elnökként nem találkozhat pártvezetőkkel, vagy európai parlamenti képviselőkkel. Hát ekkora baromságot írjon egy köztársasági elnök, ezt nem gondoltam volna, de ezt majd a második részben megvitatjuk. Németh Péter vagyok. Bánó András vagyok. Bogyarák Anikó vagyok. Bolgár György vagyok. Gulyás Balázs vagyok. Lampi Ágnes vagyok. Az a kérésem, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Ha tetszettek a videóink, akkor lájkolják és osszák meg ezeket. Várjuk véleményeiket, hozzászólásaikat a videó alatt. Kérem, támogassák a Klik TV-t. Ezt megtehetik itt a YouTube-on szuper köszönet formájában, vagy a leírásban található linken keresztül. Nagyon szépen köszönjük az eddigi figyelmüket, és tartsanak velünk továbbra is.